8 győztes meccs után érthetően a hazai csapat volt a találkozó esélyese, és a Kisvárda ennek szellemében is lépett pályára. Az első fél időben 3 gólos előnyt szerzett Vlatko Jonović együttese, úgy, hogy a találatok szépen eloszlottak a játékosok között. A második fél idő elején megduplázta előnyét a Várda, aztán viszont az MTK percei következtek, 2 gólos rapat a két csapat közötti különbség. Mielőtt azonban aggódni kezdhettek volna a hazai szurkolók, ritmus váltott a házigazda, és végül 5 gólos sikert aratva folytatta győzelmi szériáját a Kisvárda. Az első 15 percben nyújtott védekezéssel elégedett vagyok, de utána sok problémánk akadt, főleg a beálló poszton. Ezen mindenképpen javítanunk kell. A támadó játékunk nem volt valami fényes, de elfogadható volt, viszont tudunk ennél jobban is játszani. Köszönöm a csapat és a csapat körüli dolgozók munkáját. A következő meccsünk a legjobbak közé tartozó Siófok ellen lesz. Ott többet kell majd nyújtanunk, de képesek vagyunk meglepetést szerezni. A vendégek edzője szerint több önbizalommal és kevesebb hibával szorosabb mérkőzés játszottak volna a hazaiakkal. Óriási akarattal, de nagyon sok technikai hibával játszottunk. Már volt az első fél idő is mínusz 5, de mindig valahogy sikerült egy kicsit átbillenteni és közelíteni a Kisvárdát, de a kritikus szituációkat, amikor azt mondanám és gondolnám, hogy lehetett volna egy olyan törés, hogy ki tudjuk használni a Kisvárdának a hibái, pont belehibáztunk, és egy kicsit rutinosabb volt az ellenfélünk, ő pontosan amikor kellett, amikor nagyon fontos volt, ami hibáinkat kihasznált, az ennyi az egész, és az nem lehet mondani se az első fél időre, se a másodikra, az 60 percen keresztül így zajlott az egész mérkőzés. Hiányzott egy valami nagyon plusz, hogy egy kicsit több önbizalmunk lenne. Nem sikerült, megyünk tovább. A forduló további eredményei a következők: Debreceniért 21-24, Kecskemét Vasas 25-24, Albafehérvár Budaörs 29-28, Vác Békéscsaba 48-28 és Siófok Dunai Város 21-23. A tabella élén a Győrár 36 ponttal, megelőzve a szintén 36 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 pontos Kisvárda az 5. helyen várja pénteki siófoki vendégjátékát.